Hétfőn tartották Brüsszelben az EU-török csúcsot, hogy mi volt az EP-ben a visszhangja a találkozónak, arról kérdezzük most persze Gál Ildikót, az Európai Parlament fideszes alelnökét. Kezét csokorom, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Négy véleményt engedjen meg gyorsan. Európai Bizottság alelnöke, elvi megállapodással megterhető az embercsempészek üzleti modellje, Manfred Weber, az önök frakcióvezetője, átfogó megoldást lát. A konzervatív reformerek azt mondják, hogy Európa egyik nyomás váltana fel a másikkal, ha a törökök vízumkötelezettségét eltörölne, a liberálisok pedig azt, hogy olyan alkú ez, amelyel Törökország kezébe adjuk a kulcsokat Európa kapuihoz. Hát négy különböző, pontosabban nem teljesen különböző, de markáns vélemény. Mondja már meg, hogy mi történt ott szerdán. Hát én nem voltam ott a csúcsnak a eseményein, úgyhogy nem, azért mondom, hogy az utána személyesen, utána viszont a plenáris ülésen természetesen ott voltam, és hozzá is szóltam, tehát éreztem azt a feszültséget, ha lehet mondani, ami a levegőben volt, ami egyenes folytatása volt ennek a csúcsnak, hiszen a törökök ezen a csúcson egy olyan javaslattal jöttek elő, ami nagyon fontos kérdésről szólt, és meglepetést is okozott. A véleményekből is nagyon egyszerűen kitűnik, hogy függetlenül a frakcióktól az látszik, hogy megoszlanak a vélemények. Megoszlanak, mert nem látják, hogy mifelé fog menni ez az EU-török csúcs következtetés. 10 napot kapott rá egyébként Tusk elnök úr arra, hogy rendszerezze ezeket a gondolatokat. Vannak jó részei egyébként ennek a megállapodásnak, amik talán jó irányba fognak mutatni. Ilyen az, hogy egyértelműen meghatározásra került, hogy a határőrizetet növelni kell, a schengeni határokat meg kell védeni, és így végre valaki, ezt Tusk elnök úr volt, elmondta, hogy 500 milliós európai polgárnak a biztonsága a legfontosabb kérdéseknek az egyike, és hát másik kérdés természetesen a humanitárius oldal, amit ön is említett, és talán Verhofstadt is mondta, de Weber is mondta, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy ezt az egész helyzetet végül is a törökökre bízták, mint megoldást kerestek erre a lehetetlen helyzetre. Én ezt nem tartom kifejezetten jó ötletnek. Hát igen, már csak azért sem, mert ugye 20-25 éve kérdés itt a törökök európai uniós integrációja, a vízum kérdésük eltörlése, a 3 milliárd euró, amiből egyelőre egy fillért sem kaptak meg, de most már 6-ot szeretnének 2019-ig, nem tudom meddig. Hogy mi lesz ennek a vége? Hát nincs vége. Mindenki attól tart, hogy a 3 milliárd, aminek nem volt meg a fedezete a költségvetésben, tehát ez egy következő probléma, hogy 2018-ig ez hogy lehet megteremteni, honnan lehet ezt a forrást megteremteni a több éves pénzügyi keretébe az Európai Uniónak, de most már a törökök 6 milliárddal jöttek. Utána lesz ennek vége? 10-15 tették fel a kérdést, jogosan. A másik nagyon fontos kérdés, amiről beszélni kell, az a vízumliberalizációnak a kérdése. Ez új problémákat vet fel. Amiben egyetértett mindenki, hogy az embercsempészeknek az úgynevezett üzleti modelljét, azt meg kell állítani, de ezt nem most kellett volna. Ezt akkor, amikor azonosultunk azzal, hogy mi történik. A jogokat be kell tartani, az embercsempészekre is vonatkozik, mindenkire. Az illegális migránsokat nem lehet befogadni az Európai Unióban. Olyan az, bocsánat, hogy ezt mondom, 2 nappal ezelőtt nem politikus, hanem szakértő volt ugyanezen a helyen, és azt mondta, hogy a vízumliberalizációval törökök 10 milliói árasztanák el Európát. Beláthatatlan következmény, egy újabb problémát gerjesztünk saját magunk körül, miközben még ezt a migráns helyzetet se oldottuk meg. Látszik, hogy az a elképzelése az Európai Uniónak, leginkább Angela Merkel kancellár asszonynak, hogy ez a kvótarendszer, ez a kötelező visszatelepítési kvóta működni fog, ez egy hiú ábránt, 160 ezer emberből 300-at sikerült áttelepíteni, nem működik. Ami nem működik, ahhoz nem szabad ragaszkodni, vissza kell lépni oda, ahol működik a rendszer, és pontosan Manfred Weber, a néppártnak a frakció vezetője jelentette ki, hogy ha a határőrizet azt jelenti, hogy kerítéseket kell építeni, akkor kerítéseket kell építeni. Kérdezem én, mennyit támadást kaptunk, amikor a határőrizetet úgy értelmeztük, hogy a megerősítés kerítés jelent? Azóta számos kerítés van. Azóta persze van egy újabb probléma, hiszen itt lesz a balkáni útvonalnak a teljes lezárása. Én azt mondom, hogy most vihar előtti csend van. Nem naivitás egyébként azt gondolni, hogy ez sikerül? Mármint a balkáni útvonalat lezárni? Amíg az embercsempészeknek
üzleti modelljét, azt nem szüntetjük meg, magyarul az embercsempészek nem csempészhetnek migránsokat Európába illegálisan, addig minden kérdés és minden válasz realitás oldalról, ha megközelítjük, akkor megkérdőjelezhető lesz. Képviselőasszony említette ezt a 10 napos határidőt, amit Tusk kapott, igen, ami jövő csúcs, március 10-18-án lesz a következő csúcs. Lázár János tegnap azt mondta, hogy Magyarország egy önálló javaslattal él majd, amennyiben újra javaslatot tesznek a kvóta kérdésre. Körvonalazódik-e már, hogy mi ez az önálló különutas politika, amit ilyen tekintetben Magyarország képvisel majd a jövő héten? Egyébként a különutas az ilyen formán nem állja meg a helyét, tehát mindenki, aki arra gondol, hogy a vétóban nem csak a magyarok, a lengyelek, a svédek meg a szlovákok is csatlakoztak. Hát, most is az volt, hogy ellentétes álláspontok voltak rögtön, amikor ez a javaslat beérkezett, és mindenki a saját országa felől közelítve elmondta a saját véleményét. Miniszterelnök úr következetesen kitartotta az ellen, hogy senkit nem akarunk mi behozni Magyarországra, azt nem tudjuk ezt a kötelező kvótát elfogadni, és kitartott a határvédelem mellett, és kitartott a jogok betartása mellett, az európai jog betartása mellett. Azért képzeljük ezt a helyzetet, 500 millió európai uniós polgártól elvárjuk minden nap, hogy jog szerint éljen, és egyszer bekövetkezik egy olyan helyzet, amit talán mi magunk gerjesztünk, és azt mondjuk, hogy nem annyira kell ezeket a szabályokat betartani. Vannak olyan helyzetek, amikor nem kell betartani őket. Ez nem jó válasz. És ez tart most már több mint egy éve. Ez a tehetetlenség. Látszik, hogy az Európai Bizottság vezetője, és azok, akik most összedugták a fejüket például a csúcs előtt, és a holland miniszterelnök Angela Merkel, nem jönnek elő olyan javaslattal, ami 28 tagországnak megfelelő, mindenkinek megfelelő, ezért a miniszterelnök úr is önálló javaslatokkal él. Ezt akartam kérdezni, látszik, nagyjából fél percünk maradt, hogy ez, amit most ön megközelítésnek mond, ez már az önálló javaslatban benne lesz valamilyen formában? Eddig is voltak javaslataink. Azért egy beszélgetés úgy történik, hogy ott nem csak hallgat az ember, hanem kezdeményezés, vannak javaslatai is. Mi mindig azt mondtuk, hogy az önkéntességnek partnerei vagyunk, a kényszernek nem szeretnénk, és nem is akarunk az elszenvedői lenni. A kvóta ilyen. Lesz 17-18 után valami konkrétabb, hogy látja? Annyit beszéltek már erről a kérdésről, sok beszédnek sok az alja, konkrétumok kellenének valóban, ahogy ön mondja. Én a vita után nem éreztem azt, hogy konkrétumok irányába menne a történet. Úgy látom, hogy a törökök segítségével próbálják ezt majd megoldani, nem tartom teljesen szerencsés útnak. Képviselőasszony, köszönöm szépen. Köszönöm én is.